Köszöntöm kedves nézőinket! Október eleje van, már egy hónapja becsengettek az ország oktatási intézményeibe. Vendégünk Földváriné Simon Ilona, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatónője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban! Köszönöm a köszöntést, és én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió kedves nézőközönségét. Az önkormányzati fenntartású iskolákban az első tanítási nap reggelén szokott zajlani a tanévnyitó ünnepség. Hogy van ez az önök iskolájában? A református általános iskolákban, és hát már hagyomány, hogy mindig vasárnap délután tartjuk nagyon ünnepélyes keretek között a református tanévnyitót, illetve nyilván a tanévzárót is. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy úgy megadjuk a módját, tényleg ünnepélyessé tesszük nagyon kedves műsorra, és a tanévnyitó ünnepségünkön az újonnan munkába álló pedagógusok fogadalmat tesznek az Úr asztala előtt, az Úr színe előtt, és ez is egy nagyon-nagyon szép színfoltja az ünnepségnek. Illetve az első osztályosok akkor vesznek részt ugye először a tanévnyitón. Beszéljünk az első osztályosokról. Hány első osztályt indítottak ebben a tanévben, és milyen tanulói létszámmal egy-egy osztályban? Két első osztályt indítottunk, és hát magasak az osztálylétszámok. 62 első osztályos tanulónk van, de helyhiány miatt tudtunk két első osztályt indítani. Egyébként a 74 jelentkezőből... Ezt akartam kérdezni, hogy hány jelentkező volt? Igen, 74 szülő adta be a jelentkezési lapot iskolánkba, és tulajdonképpen a többit sajnos nem tudtuk fölvenni, helyhiány miatt történt ez, és így vettünk fel két osztályra való gyereket. Esetleg a jövőben lesz-e helybővítésre lehetőségük? Igen, úgy tűnik, mert a református egyházközség, mint iskolánk fenntartója, pontosabban nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész úr tervezi a Calvin 5-ös számú iskolaépület, önkormányzati iskolaépület visszavételét, visszavásárlását, és hogyha ez sikerül, akkor megvan a megoldás, a régóta várt és óhajtott megoldás, mert a Calvin 5-ös iskolaépületben 8 tanterem van, és akkor ez a helyhiány probléma, ez meg fog. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon meg fog oldódni. Említette, hogy 74-en adták be a jelentkezésüket. Hogyan választják ki, hogy mely gyerekeket vesznek föl? Van esetleg felvételi az iskolában? Felvételi nincsen, mert a felvételit a közoktatási törvény nem tette lehetővé, tehát nyilván, hogy mi sem felvételiztetünk. Előkészítő foglalkozásokra járnak a gyerekek. Ezeket az előkészítő foglalkozásokat beindítjuk november elején és március közepéig, végéig tartjuk a foglalkozásokat. Jönnek a gyerekek nagyon szívesen, és amikor a szándéknyilatkozatot, illetve a későbbiekben a jelentkezési lapot beadják, akkor ugye látjuk a kitöltött jelentkezési lapok alapján, például a vallása, hogy megvan-e keresztelve református szertartás szerint. Ez természetesen nem kizáró ok még, tehát nem jelenti azt, hogy ha nincs megkeresztelve, akkor mi eleve elutasítjuk, de mindenféleképpen előnyt jelent. A másik szempont, amit figyelni szoktunk, hogy óvodákban jár-e református hittanra a gyermek. Tehát azt próbáljuk figyelni, hogy van-e az egyházhoz valamilyen kötődése, van-e valamilyen kis minimális kapcsolata. Testvéreket is természetesen figyelembe vesszük, és akkor így mindig szűkül a kör. Összesen hány tanulója van az iskolájuknak? 450 tanuló van most jelen pillanatban.
most is van érdeklődés, múlt héten is vettünk át egy tanulót. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a létszám az állandóan változik. Történt-e valamilyen változása a tanári kart illetően? Mentek el pedagógusok, jöttek-e máshonnan, bővítették-e a létszámot? Igen, két tanítónő kolléga tartós táppénzen van, szeptember 1-től kezdődően. Vettünk fel helyette két tanító kollégát, illetve mivel a évfolyamokon három osztály van, harmadik, negyedik és ötödik évfolyamon, erősíteni kell a felső tagozaton a szakos ellátottságot, és két szakos kollégát vettünk föl, magyar-angol szakos, és egy kollégát, aki biológia, technika, fizika szakkal rendelkezik. Beszéljünk egy picit az elmúlt tanévről, milyen évet zártak, milyen tanulói eredményekről tud nekünk beszámolni. Nagyon eredményes tanévet zártunk. 16. tanévünket zártuk június 23-án a tanévnyitó ünnepségen. Az iskolának a tanulmányi átlaga 4,3 volt. Ez nagyon szép, gratulálunk. Igen, köszönjük szépen, a kollégák nevében is szeretném megköszönni. És ebbe nem voltak benne a készségtárgyaknak az eredményei. A kompetencia mérésünk is, ugye az országos kompetencia mérésünk eredményei is mindig igen kiváló és kimagasló. Magasan az országos átlag fölött vannak ezek az eredmények, akár a hatodik évfolyamot nézzük, akár a nyolcadikat matematikából, vagy éppen olvasás szövegértésből. Itt a városban is magasan az első helyet foglaljuk el, ha bár nem nagyon szoktunk ugye azért rangsort felállítani, de hát kíváncsiságból mégis megnézzük, és a tiszántúli református egyház kerületben is ott vagyunk az elsők között a mérési eredmények alapján. Aztán természetesen a tanulmányi eredmények mellett a versenyeredményeket kell megemlíteni, sporteredményeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében tényleg elégedettek lehetünk a gyermekeinkkel és hát a szülői segítséggel. Milyen felvételi sikerekről, arányokról tud nekünk beszámolni? Hol folytatják, vagy hol folytatták az elmúlt tanévben végzett nyolcadikosok a tanulmányaikat? Két nyolcadik osztályt beallaktattunk, 42 fővel, és középiskolába mentek a tanulóink nagyobb részt. Hatan mentek szakközépiskolába, ketten mentek zeneművészeti, egy erdészeti szakiskolába, és a többiek pedig gimnáziumban folytatják a tanulmányaikat, és 26-an a református gimnáziumba mentek tovább tanulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy pozitívum, nagyon örülünk, mert hát végül is ugye nagyon fontos az iskola életében a bemenet, de ugyanakkor fontos a kimenet is. És ami közte van, mi pedagógusok ugye azt mondjuk, hogy ez a hozzáadott pedagógiai érték, és így tudjuk lemérni a 8 év oktató, illetve nevelő munkájának az eredményét, az eredményességét. Beszéljünk a nyárról, hogyan telt a nyár, végeztek-e bármiféle felújítási, rekonstrukciós munkát az iskolában? Minden évben a tantermeket átmeszeljük, amit ugye tisztasági meszelésnek hívunk, és a Calvin 2-es iskolaépület minden tantermében, tornatermében, szaktantermekben csiszolásra kerültek a parketták, utána pedig lakkozásra. Tehát nagyon szépek lettek, szinte újszerűek, és most már végre elkészült a földszinten, most már készen van a nyilázároknak a cseréje, és az emeleten pedig ma kezdték meg a cseréket, úgyhogy úgy gondolom, hogy a következő hét közepére ezek a munkálatok is befejeződnek, és ez nekünk nagy hát előnyt jelent majd fűtés szempontjából.
tehetségpont lett az iskola, milyen területekre fókuszálnak? Hát a hagyományos területeket természetesen megtartva három területet emeltünk ki. Az egyik a nyelvészet, ezen belül is a magyar nyelv és irodalom, illetve az angol nyelv. A másik nagy terület a matematika, nyilván ugye ezek érettségi tantárgyak is, tehát ezt is figyelembe vettük, illetve a harmadik terület pedig a természetismeret. Ezeket választották ki a kollégák, és ezt a három területet menedzseljük iskolán belül és iskolán kívül is teljes messzélességgel. Mikor indítják el most az előkészítő foglalkozásokat? Tehát aki esetleg nem olvas újságot, hanem most nézi majd adásunkat, akkor mit kell erről tudniuk? Hogyan, hol jelentkezhetnek? Igen, október 8-án, tehát a jövő héten hétfőn, 17 órai kezdett el a Calvin 2-es számú iskolaépületben. A kedves szülőknek tartunk egy általános tájékoztatót magáról az előkészítő foglalkozásokról, annak a céljáról, a feladatáról, a hogyanjáról, mikéntjéről, és a jövő héten csütörtökön már el is kezdjük a foglalkozásokat, és ezt követően pedig két hetente, mindig csütörtökön délután 4:45-től várjuk majd a gyerekeket. Több csoportban, több modulban tervezzük, ugyanúgy, ahogy eddig is tettük, mert úgy hallom, és úgy látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon sokan már jelentkeztek előre is, úgyhogy 4 csoportot körülbelül, 4 modult be fogunk tudni majd indítani, és ilyen forgó színpadszerűen működnek ezek a kis modulok, és nagyon szeretik a gyerekek, de nagyon élvezik a tanítónők is. Aki esetleg még nem döntött el, hogy hova is szeretné a gyermekét beíratni, de érdeklődik az önök iskolája iránt is, hogyan ajánlaná az iskolát, miben rejlik ennek az iskolának az ereje, az erőssége? Igen, na most tulajdonképpen az előkészítő foglalkozásokkal mi az átmenetet szeretnénk megkönnyíteni. Ugye azt tudjuk, a pedagógiában mindig problémát jelentett az átmenetnek a problémája, óvodából iskolába történő átmenet, 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet, tehát az előkészítőnek tulajdonképpen ez a lényege, ez a megkönnyítés, ez a beszokatás, ez a lényege és ez a célja. Na most a köznevelési törvényre szeretnék én utalni, éppen azért, mert a köznevelési törvényt, mint olyat nekünk most nem kell mélyrehatóan bevezetni, legalábbis a nevelésről szóló fejezeteket. Hát nyilván, hogy adminisztratíve lesznek majd olyan megoldásra váró feladatok, amiket nekünk is meg kell csinálni. Tehát azért említettem a köznevelési törvényt, mert nekünk nagyon régóta, mint egyházi iskola, ugye azon belül is, mint református fenntartású általános iskola, tehát az egyházi iskoláknak régen is a nevelés volt a nagy erőssége, tulajdonképpen az egyik legfontosabb érték. És mi ezt a Bibliából vett értéket, mert ugye mi az iskolában azt valljuk, és így van leírva a pedagógiai programunkban is, hogy a mi iskolánkban a zsinór mérték az tulajdonképpen a Biblia. Tehát indulásunktól kezdve mindig nagyon nagy gondot fordítottunk a nevelésre. A nevelés igen összetett és szerteágazó feladatára. Tehát tulajdonképpen iskolánknak én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb értéke, és most a köznevelési törvény által tulajdonképpen megerősödtünk ebben. A másik pedig a modernség, az újszerűség az ismeretek átadásában. Nagyon jó és kiemelkedő, kiváló a személyi állomány, a személyi feltétel, mert ugye ez is nagyon meghatározó. A másik pedig a tárgyi feltétel.
ami én azt gondolom, hogy mindenféleképpen említésre méltó. Negyedik éve mind a 19 tantermünkben be van szerelve az interaktív technika. Számítástechnika teremmel, 26 férőhelyes számítástechnika teremmel, nyelvi laborral, multimédiás laborral rendelkezünk, tehát a tárgyi feltételek is adottak. Tehát iskolánkban minden feltétel megvan ahhoz, hogyha a diák azért jön, és azért választja a szülő és a diák a mi iskolánkat, hogy komolyan gondolja a tanulást, komolyan gondolja a jó magaviseletet és a fegyelmet, akkor megvan iskolánkban erre a lehetőség, hogy tanuljanak, és utána ugye sikeresen tanuljanak tovább, mert végül is ez a célunk, a sikeres továbbtanulás. Aki felvételt nyer majd önökhöz, vagy önöknél fogja megkezdeni az első évfolyamot, a szülők, gyerekek mire számítsanak, milyen plusz tantárgyak vannak azokon kívül, amelyeket az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben tanítanak? Vannak egyáltalán plusz tantárgyak? Hát végül is igen, vannak a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül. A képzési kínálatunk között szerepel az angol nyelv, illetve az angol úszás. Aztán első-második osztályban a néptánc is órarendben van iktatva, tehát néptánc oktatás is folyik az iskolánkban. Harmadiktól fölfele pedig ettől a tanévtől kezdve szakkörszinten, tehát csak azok a gyerekek járnak, akik tényleg választják, tényleg ügyesek és úgymond színpadra termettek. Emelt óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, alsó tagozatban is, és a matematikát, ugyanígy felső tagozatban kiemelten a matematikát. És mivel egyháziskola vagyunk, a hit és erkölcstan tanítása heti 2 órában az kötelező, valamint az egyházi ének tanítása, ez 2 évfolyamon működik, 4. és 5. évfolyamon, tehát azok a gyerekek, akik a református iskolát választják, úgy nem balaghatnak el, hogy legalább 2 tanéven keresztül egyházi éneket, ugye nyilván azon belül a református énekeskönyv kincseit, zsoltárokat és dicséreteket ne tanuljanak. Felmenő rendszerben ugye bevezették a heti 5-es nevelésórát. Önöknél ezt hogyan oldották meg? Na most megmondom őszintén, hogy nálunk ezt nem kellett bevezetni, mert nálunk ez már 8 éve így működött, tehát a mindennapos testnevelés ez megvolt, ez nem jelentett nekünk semmiféle fejtörést vagy átszervezést. 3 testnevelés óra van, és volt is korábban tanrendbe iktatottan, alsó tagozatban, és délutánonként pedig 2 tömegsport foglalkozás. Na most ezt egyszerűen csak tovább vittük. Tehát a régió hagyományokat, a 8 év óta tartó hagyományt, mindennapos testnevelést, mert amikor ez a probléma elsőként az oktatásban felmerült, én pedagógia szakos középiskolai tanár vagyok, és én erre a témára rögtön ráléptem, és az iskolába bevezettük. Tehát akkor önöknél ez nem borította fel a rendet gyakorlatilag, hanem folytatták a jól bevált szokásokat. Gyerekek, milyen szabadidős elfoglaltságon vehetnek részt, milyen szakkörök működnek az iskolában? Hát vannak fakultatív foglalkozások, nyilván a nyelvre gondolok itt elsősorban. Vannak képességfejlesztő órák, és itt a tehetséggondozást szeretném akkor megemlíteni, de vannak olyan képességfejlesztő órák is, ahol a lassabban haladó gyerekeket segítik a kollégák, vagy azokat a gyerekeket, akik betegségből jönnek vissza is, ugye nyilván, hogy lemaradtak. Énekkar működik az iskolánkban, aztán említettem, hogy tömegsport alsó tagozatban, felső tagozatban sportkörök, aztán néptánc szakkör van, újságíró
szakkör működik most így hirtelen. Összepróbálom szedni, illetve a sport területén vannak kosarasaink, kézilabdás kis csapatunk, kezdő szinten, haladó szinten, illetve három csapat, már így mondom, hogy csapat, ilyen utánpótlás futballistánk is van. Terveznek-e nyílt napot a közeljövőben? Igen, ősszel mindig a felső tagozatosaknak tartunk, illetve hát a szülők részére tartunk 5.-6. évfolyamon nyílt napot, és március hónapban pedig mindig az alsó tagozatos szülőket várjuk a nyílt napra, tehát nyitottak vagyunk, ismerem ezt a nyitott kapu programot, hát azért annyira nagyon nincs nyitva az a kapu, mert a biztonságra is természetesen gondolni kell. Gondoltunk is, mert ugye kamerák vannak, biztonsági berendezés teljesen ki van építve, mind a két, illetve három telephelyen, de jönnek a szülők, mindig hívjuk őket. Van egy olyan programunk, hogy együtt a szülőkkel. Ez a program is már 9 éve működik, és tulajdonképpen ennek a programnak tényleg az a célja, hogy hívjuk a szülőket, és akkor jönnek, és együtt a szülőkkel megyünk kirándulni, tartunk sportdélutánokat, különböző rendezvényeket. Ez a program neve. Együtt a szülőkkel. Nyílt napokat, nyílt órákat. Mi a következő program, amire készülnek? Nagyon-nagyon sok programunk van beépítve, beiktatva a tanév során. Most a következő, amire készülünk, október 31-én ünnepeljük mindig a reformáció ünnepét, és ez a református nagy templomban egy nagyon szép műsor keretén belül fog majd lezajlani. Aztán novemberben fogjuk megszervezni területi szinten a Magyar Imre Lajos nyelvfejességi versenyünket. Magyar Imre Lajosról annyit kell tudni, hogy a református iskolánknak egy kántor tanítója volt, és a család 4 évvel ezelőtt egy emléktáblát készítetett, és az emléktábla a folyosó falán megtalálható, és akkor mindig egy kis műsor, koszorúzás, és akkor utána ez a verseny következik. Aztán december hónapban, december 24-én, ugye nekünk az egy nagyon nagy egyházi ünnep, Jézus születése, akkor szintén műsorral készülnek az osztályok. Aztán január hónapban, január 22-én a Magyar Kultúra Napját itt a városban most a református általános iskola fogja megtartani, tehát erre már mi tudatosan készülünk, már június hónapban összeállt a programunk, tehát most már a felkészülési időszak tulajdonképpen elkezdődött. Aztán a következő nagy egyházi ünnep a húsvét, a virágvasárnap, és a húsvét ugye Jézusnak a keresztre feszítése, illetve a feltámadása, ezt ünnepeljük szintén a református nagy templomban. Aztán utána nekünk a konfirmáció, amikor a 7-es gyerekek vizsgát tesznek egy kicsit bibliaismeretből, egyháztörténetből, egyházszervezetből, egy kis dogmatika, tehát gyakorlatilag erre is készülni kell. Utána pedig a pünkösd. Ugye a pünkösdről tudjuk, hogy az a Szentlélek kitöltetése, a mennybe menetel, az egyház születésének a napja, tehát ezt is mi műsorral ünnepeljük, tényleg egy nagyon szép ünnep, és utána ugye mellett a nemzeti ünnepek, nyilván, hogy azt is meg kell említeni, aztán hagyományonként ugye a ballagás, tanévzáró, tehát így és el is telik az év, jó sok programmal. Igen. Igazgatónő, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, sikeres, nyugodt tanévet kívánunk Önöknek. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a kollégák nevében is a jó kívánságokat. Köszönjük, hogy itt volt, igazgatónő. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.